Ugyanak ezek, ahol a atya volt, és akkor... Segített anyának kalácsot sütni. Én egyedül tortát ettem. Egyedül készítettél tortát? Anya szülinapjára te készítetted a tortát? Még Zoékára is. Mindenért. Akkor te nagyon ügyes vagy. Akkor veled nem lesz gond. És a fiú közül a Zénó. A többi fiú. Hárman készítettetek tortát? És mi volt a te feladatod, Zénó? El tudod mondani, mit kellett csinálnod? A tojást összekeverni, meg megsúrni kis csokival a tortát. Aha, nagyon jó. Milyen jó, hogy mi ma itt ücsörögtünk. Vigyétek is a helyeteket. Itt a szakácsénik már előkészítették nekünk a tésztákat, bedavasztották. Tudjátok-e, hogy mi megy a kalács tésztájba? Mi? Szerintetek mi megy bele? Mit tehetünk bele? Oli? Liszt és tej. Várjál, liszt, jó, tej. Mi még? Tojás. Tojás, jó. Aztán? Só. Élesztő. Élesztő. És a? Víz. Hát víz az, nem tejet teszünk bele, akkor finomabb. Meg a? Cukor. Amitől édesebb lesz, jó? De a szakácsénik már előkészítették nekünk. Hát előkészítettünk, akkor meg most cukor. Igen, akkor tehetünk bele kakaót, igen. Jó, itt a szakácsénik előkészítették már a tésztát nekünk. Az lesz a feladat, mindenki kap egy ilyen kis tésztácskát, és azt kaptok egy pirést, elvágjátok 3 egyforma részt, és azt fogjuk megfordni, jó? Először 3 egyforma részre osztom a tésztát, jó? Három egyforma részre próbáld meg. Azt a mindenét. Enyém nem jó. Hát akkor próbáld meg még egyszer. Így a középen. Na jó. Most. Rátettük a tojásra, és beletettük a szilonharisnyába, és ezt összekötöttük, és beletettük a odafőzni. Aha, értem. Csináltál már így tojást? Csináltatok már így? Nem. Nem? Most volt az első? Igen. Érdekes volt? Nagyon. Nagyon. Ki szokta kifújni a tojást? Azt is ti csináljátok? Nem, apa. Apa? Igen, apa. Aha, és milyen színű tojásokat szoktatok festeni? Minden színű. A színeset szerítetek? Igen. Igen, színeset. Jó van. És lesz idén locsolótok szerintetek? Igen. Na, ki szokott meglocsolni benneteket? Apukám, testvérem,
unoka testvére, mindenki a családból. Mindenki a családból. És még kit szoktak meglocsolni? Hát most már kimegy a divatból lesen ez a locsolás. Fiúk, ti mentek locsolni az idén? Igen. Igen? És ti kit fogtok meglocsolni? A családtagokat. Családtagokat szoktátok? Igen? És kaptok hímes tojást? Nem. Mit szoktatok kapni? Csak így. Pénzt is? Az igen? Na. Lányok, majd jövő héten hozzatok akkor a fiúknak tojást. Hát, ha meglocsolnak benneteket. Egy szívecskét csináltam. Olivér. Ez komoly mintát csináltál, Olivér. Nem is. Ott van az írás. Hát pont az kb. A 40-et csinálja. Fúj! Hányadikat csinálja? Kb. A 40-et. 40-et? Kb. Kb. Hol a többi 39? Most mutasd meg. Most videózik. Hát persze, hogy videózik. De jó. Hát azért jöttem, hogy megörökítsem, hogy ti hogy dolgoztok. Hát eddig az enyém nem annyira nagyon jó. Na. Te nem először festes tojást, Tori, ugye? És ki tanította neked ezt a módszert? Anyuka. Anyukával együtt csináltátok? A természetes. Vagy anyuka. Szőnyénben nem szoktak kiszézni. Tudjátok, merre van Nyitra? Igen. És a Nyitra környékét úgy hívják, hogy Zoboralja. Igen. És ez egy zoborai szokás, Zoboralján csinálták ezt a kiszekajtásnak a szokását, virágvasárnak a lányok és az asszonyok. Szerintem nagyon sok helyen meg is van ez a szokás, úgyhogy hogy tartják. Na, aki ismeri a dalt, az énekelheti már velem. Hajd ki kiszeki szőce a másik határba, gyere be sódar a mi kis kamránkba, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget. Ami keresztben van kötve a felső testén a kiszebabának. Van rajta egy fejkendő, és van rajta szoknya, és nyilván szoknyája akkor ilyen szép nagy, hogy van alsó szoknyája is.
Akkor a lányok most kapnak egy locsoló verset. Hadd halljuk. A pirosat? Nem, az Aurél olvas a pirosat, te olvasod a zöldet. Húsvét másodnapján régi szokás szerint fogadják szívesen az öntöző legényt. Bár a legénységtől én még messze állok, de az öntöző sorába mégiscsak beállok. Először kérdem, van-e piros tojás, mert csak úgy magára nem megy a locsolkodás. Nagy reggel útra keltem, se nem ittam, se nem ettem. Tarisznya húzza a vállam, térdig kopott már a lábam. Bejártam a fél világot, láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, hogy öntözzem, alig vártam. Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért jár egy puszi. Mivel locsolkodtak? Kanna vízzel. Kanna vízzel, bizony, az volt az. Engem még most is azzal locsolnak. Téged még most is azzal locsolnak meg, na akkor ez igazán. Jó, húsvétkor viszek esenyét az álmomba. És akkor nézzük meg, hogy milyen érdekes tojások vannak itt. Van nagyon-nagyon sokféle. Ugye van ilyen, ami gyöngyel van meghímezve. Ugye ezek a hímes tojások, a hímes tojások azok, amik ki vannak festve. Ugye azt hívják hímes tojásnak. Tehát ezek itt a gyöngyházasok. Aztán... De ez be van törve, Tani. Igen, hát mert már itt fogdosták itt reggel, és már kettőnek itt... Azt hogy csináltak azt a lyukat? Ez... Hulló. Csipke tojás, úgy hívják. Tud, az, aki már nagyon gyakorlott ebbe, ütni rá, azzal a kis húróval. Ez egy erdélyi tojás, egy nagyon-nagyon ősi... Minták vannak. Aztán ez itt zsírceruzával van csinálva, a gyerekekkel együtt csináltuk. De a csapat? Szerintem nem. Mi van a képen, Ádám? Király vasárnapi kép. Mi az? Marka szentelés, nagyon jó. Oda teheted hozzá. Húsvéthoz köthető. Ami a karácsonyhoz, azt ott hagyod az asztalon. Megnézheted, de visszateszed az asztalra. Nem ragasztod rögtön, a ragasztót egyelőre tedd le, tekerd le, legyen még kinyitva, meg a száradtól. Egyelőre csak elveszed, és azon a fehér papíron, ahol vannak szabad helyek, úgyhogy ne takarja le semmit, próbálod elrendezni a 8 képet. Tudtok 8-ig számolni? Igen! Annyi képet kell keresni, jó? 8-at olyat, ami a húsvéthoz kötődik, de nem ragasztod, csak rendezgeted el azon a helyen, ami ott van, jó? És ezt kapáltod visszamúgy? Nem. Azon kívül ügyes a kérdés.
Sziasztok, gyerekek! Szia, tanítónéni! Kezdtek el először a nyuszikáknál, aztán lesz egy ének, amit megtanulunk. Elmesélek nektek egy népszokást. Jó, és aztán megkeresettek a tojásokat. Senkinek sincs otthon nyuszia? Senkinek? Nekem sem is van egy. Ezek húsvéti nyuszik. Olyan van nektek is, ahol fekete? De már nincs, ha nem éppen. Az nekünk a híve. Milyen nyugodtan fekszik. Hagyja, hogy ott. Hagyja, hogy simogatok. Oda nézzük, hogy eszi a füvet. Olyan a legyen.